Haliló Sziasztok, Bamics vagyok. És ma arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan lehet valakiből profi fotós. Kezdjük! Először is beszéljünk arról, hogy ki vagy mi is valójában egy profi fotós. Ugye, sajnálatos módon a profi fotós nem azt jelenti, hogy valaki nagyon-nagyon jó a szakmájában, ebbe az esetben, hogy a fotózásban, hanem azt jelenti, hogy az az egyén, aki a profi fotós, az a bevételének a jelentős részét, vagy akár az egészet a fotózásból szerzi. Szóval én például nem vagyok egy profi fotós. Attól függetlenül, nem vagyok egy rossz fotós, de én a bevételem nagy részét azt abból szerzem, hogy a egy színház videótechnikusa vagy. Ellenben az a diák, aki egyetemre jár, és mellette hétvégente elvállal fotós munkákat, ő Nézzük úgy, hogy a bevételei nagy részét a fotózásból szerzi. Úgyhogy ő is profi fotós. Nyilván én örülök neki, de ez a végül is a hivatalos megfogalmazás, és ez is, hogy is mondjam, ezt tanultam, mint hivatalos megfogalmazás. Szóval megvan az, hogy ki vagy mi maga a profi fotós. Nem miért is van ahhoz szükség, hogy valaki profi fotóssá váljon? Relatív sok minden kell hozzá, de a legeslegelső le is a legesleg fontosabb az, hogy az ember, az egyén, aki elkezd fotózni, és profi fotósá szeretne válni, az tudja a felszerelését. Nem feltétlenül arról beszélek most, hogy tudja, hogyan kell bekapcsolni, hanem tényleg tudja, hogy mi hogyan működik, és mi miért működik. És nyilván nem csak arról beszélek, hogy tudja, hogy ha megnyomja a gombot, és eltekeri a hátsó tárcsát, akkor állítja az érzelkenységet, hanem ennél azért kicsit bővebben turni kell a fényképezőgép tulajdonságait, ismerveit. Nemrég belefotottam például egy fotós hölgybe, ő profi fotós, ő ebből jár. fotózott, ahol hát eléggé zavaró volt, hogy fontosan pityogott a fényképezőgépbe, minden is akar, amikor élességet állított. És nyilván oda mentem hozzá, hogy nem lehetne esetleg ezt kikapcsolni, mert az egy dolog, hogy engem zavar, de látványosan az embereket is zavarta, akik ott voltak a rendezvényen. És nyilván, hogy Hát ő nem tudja, hogy kell. Ezeket a dolgokat tudni kell egy fotós. Nem csak egy profi fotósnak, minden fotósnak tudnia kell azt, hogy az ő fényképezőgépe hogyan működik, és egyes dolgokat, hogy lehet beállítani rajta. A másik dolog az, hogy tudnia kell a felszerelését. És nem csak a fényképezőgépre gondolok, hanem tudni kell, hogy milyen optikái vannak, milyen optikákat mire lehet és mire kell használni. Szóval én például a fotós iskolában, amikor fotográfusnak tanultam, megtanultam, hogy portrét, 50 mm és fotózunk. Nyilván ezek a dolgok ez egy kicsit változtak az évek alatt, de például, ha van egy, van egy rendezvény, egy, egy protokoll rendezvény, akkor nem arról van szó, hogy felrakunk egy 24-70-et, beállunk az első sorba az emberek elé, és onnan elkezdjük fotózni, hanem egy kicsit vonulunk, felrakunk is egy 72 százat, és onnan dolgozunk. Nyilván minden alkalom más és más, de nem feltétlenül kell az emberek szájába menni azért, mert vettünk egy új 35-ös fix objektívet. A másik indok az, amiért tudni kell, hogy a felszerelése valakinek hogyan működik, hogy esetleg bármilyen problémába ütközik, azt a problémát el tudja hárítani. Nem mindenki teheti meg azt, hogy mondjuk két vázzal menjen el egy fotózásra, viszont ha az első géppel van probléma, Adódik, akkor tudni kell, hogy mi ez a probléma, és hogyan lehet elhárítani. Szintén nagyon-nagyon fontos dolog egy profi fotó számára maga a megjelenés. Az, hogy hogy viselkedik egy rendezvényen, hogy viselkedik egy esküvőn, hogy viselkedik bármilyen olyan alkalommal, amikor emberekkel találkozik. És most nyilván nem csak arról beszélek, hogy egy fotózás alatt hogyan viselkedik, hanem normál az átlag életben is. Én nagyon-nagyon sokszor szoktam találkozni olyan emberekkel, akikkel évekkel ezelőtt én fotóztam az esküvőjét, én fotóztam akár az eljegyzést egy születésnapon. Megállunk és beszélgetünk. És nyilvánvalóan, hogyha én az utcán félrészegen délelőtt mászkálok, akkor nyilván meg lesz rólam egy kép, és nyilvánvalóan ezt a képet fel kell tartani. Akkor is, amikor éppen nem. A viselkedés mellett szintén nagyon-nagyon fontos dolog maga az öltözkedés, hogy mindig a rendezvénynek vagy az alkalomnak megfelelően öltözünk fel egy fotózáshoz. Én például a személy szerint nem az a típus vagyok, aki rövid nadrágba és strandpapucsba jár esküvőt fotózni. Nem mondom azt, hogy minden es alkalommal gyönyörű szépen, hosszú új van rajtam, mellé zakó, egy fekete nadrág, fekete lakcipő, de azért igyekezni kell, hogy olyan, olyan helyre megyünk, akkor tudjuk, hogyan kell felöltözni, hisz ez is hozzátartozik az imidzséhez egy fotóstak. Nyilván egy fotóstak elengedhetetlen dolog az, hogy hát, egy tudjon fotózni ugye? Attól függetlenül, hogy valaki nem ismeri a felszerelését, és nem öltözik fel rendesen. Ha nem tud fotózni, akkor veszett az egész. Az alapkompozíció szabályokkal tisztába kell lenni, az, hogy hogyan kell megvilágítani egy fő, e, dolgot, az, hogy hogyan kell lefotózni egy tárgyat, egy terméket, hogyan kell elkészíteni egy normális portrét. Ezek a dolgok mind tanulható. Nyilván mindenkinek van egy sajátos látásmódja, kinek ilyen, kinek olyan. De vannak olyan dolgok, ami nem látma, látásmód vagy ízlés kérdése, vannak egyszerűen olyan szabályok, amiket be kell tartani. Lehet nyilván gyönyörű szép high fotókat csinálni, meg egyéb ilyesmi, de ha ki van égve valakinek az összes fotója, akkor ő valószínűleg nem egy jó fotós. Nyilván mindenre rá lehet fogni azt, hogy ez egy művészeti elgondolás volt, de vannak olyan szabályok, amiket be kell tartani. Egy rendezvényfotózásnál, egy esküvőfotózásnál, mindenfajta fotózásnál. Legegyszerűbb példaként azt tudom elmondani, és sajtótájékoztató. Egy sajtótájékoztatót, amikor megfotózunk, akkor a sajtótájékoztató minden egyes beszélő emberről általában egy álló és egy fekvőképet is készítünk. Emellett készítünk egy totálképet is, ami látszik minden egyes személy. Ha valamit mutogatnak, vagy valamiről beszélnek, egy olyan képet is készítünk, hogy maga az ember, akiről beszél, és az is rajta van, amit mutat. Ezek olyan dolgok, hogy lehet ízlés kérdése is, de nem, Ezeket a képeket el kell készíteni. Számtalan ilyen példa van esküvőn is, számtalan ilyen példa van akár egy siva portréfotózásnál is. Szintén nagyon fontos dolog az, valaki profi fotó szeretne lenni, meg kell tanulni világítani. Nagyon-nagyon sok ember csinál jó képeket simán kint az utcán természetes fényekbe. Ez viszont attól függetlenül nem mentesít őket, igenis meg kell tanulni világítani akár egy rendszervakúval, akár egy stúdióvakúval. Hogyan kell bevilágítani egy portrét, egy terméket, egy rendezvény helyet, akármit. Ezt igenis meg kell tanulni, és ezt nem lehet megúszni. Minden én ember életében jön egy olyan szituáció, amikor elmegy egy rendezvényre, esküvőre, bármilyen helyre, és borzalmasok a figyel. És akkor igenis elő kell venni a táskából a vakut, és igenis meg kell csinálni azokat a fotókat nem mindig megoldás az, hogy az ember felcsavarja a 51.200-as izóra, nézé, egy 8-as és, kenni neki folyamatosan, hanem meg kell tanulni állandó fényeket, vakukat használni. Ezek mellett természetesen nagyon-nagyon fontos az, hogy fel kell dolgozni ezeket a képeket. Lehet valaki nagyon jól felöltözik, lehet valaki ért a fotózáshoz, ért a fényképezőgéphez és a felszereléséhez, nagyon jól kommunikál. De ha nem tudja megszergeszteni a fotóit, hogy a fotószerkesztésnél nagyon-nagyon fontos az, hogy a helyes expozíció, a helyes fehér egyensúly be legyen állítva. Nyilván itt is van ízlés kérdése, itt is van művészeti gondolatok, hogy ő hogyan szeretné, hogy a világ lássa az ő fotóit, meg vannak szabályok, amiket be kell tartani. Ez egy folyamatosan visszatérő dolog, de sajnos a fotós világ ilyen. Nem csak a kliensnek kell megfelelni, magunknak is meg kell felelni, valamit a fotós társadalomnak is valamilyen szinten meg kell felelni. Amikor én látok például egy borzalmas fotót a Facebookon, és megvan melletted jelöl a fotós, mindig meg szoktam nézni a fotós képeit. Vannak esetek, amikor csak úgy, úgy jön össze, és így az épp egy pont rossz kép, meg van olyan eset is, amikor egy teljes fotós oldalt elé van olyan képekkel, amikre én Lightroom-ba X-eket szoktam ráütögetni. Nyilván. Valakinek azt tetszik, valakinek ezt tetszik. Ettől függetlenül meg kell tanulni, rendesen utómunkázni is. És most nyilván nem csak arról beszélek, hogy meg kell tanulni expozíciót, kontrasztot, fehér egyensúlyt és minden ilyesmit átani, hanem meg kell tanulni rendesen rátusálni. Mit persze természetesen mindent megcsinál helyettük most már az AI, meg az összes automatikus szoftver, ettől függetlenül egy professzionális fotográfusnak meg kell tanulnia. Kézzel legalább normális, akár vagy jó minőségben retusálni. Amikor én elkezdtem tanulni ezeket a dolgokat, nem voltak automatikus szoftverek, minden szépen kézzel kellett megcsinálni. Nyilván, ha most le kéne ülni, eléggé régen vetusáltam utoljára kézzel, de szerintem egy fél óra alatt simán össze tudom hozni azt a minőséget, amit annó megfeloltam. És az utolsó, és egyik legfontosabb dolog, egy profi fotósnak meg kell tanulnia kommunikálni. Kommunikáció nélkül elviszik ez a dolog. Ha lehet, hogy valaki jó fotókat csinál, és az emberek boldogak tőle. De ha a világ felé nem kommunikálja, hogy sziasztok, itt vagyok, és ilyen jó fotókat csinálok, akkor nem fogják megtalálni újabb és újabb emberek. Nyilván el se szabad túltolni. Szóval nem arról beszélek, hogy valaki megveszi az első fényképezőgépét, és csinálja a fotografi oldalt, és teli nyomja képekkel. Meg kell kommunikálni, akár csinálni egy LinkedIn profilt, akár csinálni egy Facebook oldalt. Nekem például nincs Facebook oldalom. Nekem ott az Instagram oldalom, és odarakosgatok néha fel képeket, bárki megkeres, küldök neki egy privát albumot, hogy tessék, itt vannak az összevállagatott legjobb fotóim, de emellett itt van a legutóbbi esküvő. Csak nézd meg! A kommunikáció az egyik legeslegfontosabb a dolog ebbe a szakmába, mivel ezek alapján találnak meg. Nyilván, hogyha valakivel nem az utcán találkozunk, hanem az internetről keres meg minket, vagy ismerős által, akkor azok alapján fog minket megítélni elsősorban, hogy hogyan kommunikálunk velük, és utána fog megítélni minket a fotóink alapján. Harmadjára meg az áraink alapján, de ez egy másik dolog. Hogyha van valami, amivel kiegészíteni ezt a listát, amit szerinted tudnia kell egy profi fotósta, írd meg a kommentbe. Köszönöm szépen, hogy már nem tartottatok. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!